Sziasztok, Nagy Viktor vagyok, a magyar vízilabda válogatott kapusa. Sziasztok, Bájis Bence vagyok, a magyar jégkorong válogatott kapusa. Nézzétek az NSO TV-t. És szurkoljatok nekünk. Nehezen indult, ez mindent elmondtál. Kemény munkából jövünk, úgyhogy csak ezeket tudom elmondani, hogy most kezdődik ez a finom hangolás. Forma időzítés, nem most kell legjobb formában játszani. De úgy gondolom, hogy nekünk pont ez az erősségünk, hogy bármilyen nehéz szituáció van, nehezebben indul, vagy a később kieleződik, nagyon higgadtak tudunk maradni, és játsszuk azt, amit megbeszéltünk, ami győzelemre fog vezetni. Még nem sikerült igazán felvennünk a mérkőzéshez szükséges ritmust, gyorsaságot. Már elkezdtük a héten a gyorsítást, de hát ez még látszik, hogy még kell. Jól védekeztünk, a támadások nem mentek úgy igazán, sajnos azért center nélkül, vagyis úgy, hogy az első számú centerünk most jelen pillanatban ugye sérült, így azért nehéz volt, mert a Krisztián azért elfáradt, az Ádám pedig nem center, de azért a végén kijött a különbség. Úgy éreztem, hogy nagyon jól megy a védekezés, megkönnyítették a helyzetemet is, jól is éreztem magam a vízben, úgyhogy adott volt minden ahhoz, hogy jól menjem. Azt mondanám, hogy picit lomhábbak voltunk. Nem volt mostában ilyen meccsünk, edzőmeccsünk se, csak egymás között. Úgyhogy ez a meccs hiány szerintem, de hát ez most pont kapóra jön. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kiinduló alap. A védekezés a mi erősségünk szerintem. Úgy érzem, hogy nem kell fejlődni. Ez fog változni. Most egy kicsit egy olyan periódusban vagyunk, csak sikerül kimondanom. Nagyon sok munka van bennünk, és most fog egy kicsit ez felgyorsulni, a játék, a lövések, úgyhogy én nem aggódom. Van egy hetünk ahhoz, hogy kiutazzunk, és én úgy hiszem, hogy ezen a három napon is lesz még jobb teljesítmény, és úgyhogy aggodalomra nincs ok.